Jó estét kívánok! Én Szuhai Botond vagyok, és ez itt a DK Szubjektív. Beharangozott pártalapítás, előrehozott választások és újabb fejlemények a Shadow Völner ügyben. Lássuk a mai tartalmat! Előrehozott választások jönnek, ha Orbán veszít június 9-én? Ezt mondja legalábbis Dobrev Klára. Mennyire lehet reális a követelés, és hogyan veszélyeztetheti Orbán hatalmú maradását a jelenlegi közhangulat? Ezt is megvitatjuk. Aztán Magyar Péter egyre közelebb a pártalapításhoz, de mit üzen a liberális értelmiségnek az új ellenzéki messiás? És miért nem áll ki egyik főpolgármester jelölt mellett sem? Pillanatokon belül megmutatjuk. Rogán körül fogy a levegő. Egyre nyilvánvalóbb, hogy Orbán propaganda miniszteret nem úszhatja meg a számonkérést az évtized korrupciós botrányában. Hozzuk a legfrissebb fejleményeket. Végül pedig a fideszes elitintézményekben mindenre van pénz. Felháborító részletek derültek ki a Matthias Corvinus kollégium költéseiről. Mire megy ki a játék a Fidesz kedvenc káderképzőjében? Hamarosan megbeszéljük. Köszöntöm állandó szereplőinket, Kálmán Olgát. Sziasztok! És Gréczi Zsoltot. Szerintem jó estét! A DK Szubjektív visszatérő vendégei Palotás János és Murányi András. Kezdjük is. Dobrev Klára a héten előrehozott választásokat lengetett be. Nézzük meg a bejelentésből egy részletet, és utána beszélgetünk róla. Mi nem várunk 2026-ig. Ha az EP választáson Orbán veszít, az azt jelenti, hogy elvesztette a választók többségének a bizalmát. Ezért az a dolgunk, hogy előrehozott választást követeljünk, hogy még idén leváltsuk az ország éléről. Tudtuk, hogy rosszul kormányoznak, éreztük, hogy egyre kevesebbet ér a pénzünk, hogy minden tönkre megy a kezeik között. Azt is láttuk, hogy lopnak, hogy semmibe veszik a hétköznapi embereket, hogy uralkodásnak tekintik a kormányzást. De mostanra a kegyelmi ügy és az orbáni pedofil hálózat lebukása után elvesztették az erkölcsi alapjukat is a kormányzásra. Ha a választók is így gondolják, azaz ha verességet mérnek Orbánra júniusban, akkor ennek a hatalomnak mennie kell. Átfordulnék. Miért érezte úgy a DK, hogy erre szükség van most? Hát egyrészt azért, mert helyzet van. Tehát van a belpolitikai életben egy erőteljes mocorgás, van egy várakozás, van egy ígéretmenedzsment, van egy láthatóan a napi kommunikációban egy kisé védekező helyzetbe szoruló Fidesz, és ugye sokan föltették nekem ezt a kérdést már a tegnapi bejelentésünk óta, hogy jó, de mit tekintünk annak, hogyha a Fidesz elveszíti az európai parlamenti választást? Hát az mandátumban mérhető, tehát hogyha a EP magyar keretének, nem Magyar Péter, Magyarország keretének a mandátumának a felét elveszíti, tehát több mint a fele átkerül az ellenzéki oldalra, akkor kimondhatjuk, hogy Orbán Viktor elvesztette a választók többségének a bizalmát. Tehát, hogyha ezt a lélektani határt sikerül átlépni június 9-én, akkor azt gondoljuk, hogy van realitása annak, hogy ezt a követelést egyre hangosabban és erősebben hangoztassuk. Szerintetek is van realitása? Hát ha Orbán veszít június 9-én, akkor ezt észre fogjuk venni. Nincs mit nagyon magyarázni ezen. Realitása van? Én ebben az adásban is elmondtam, illetve korábbi adások egyikében, hogy az Orbán rendszer az politikai értelemben feltétlenül megbukott. Nem éppen most, vagy tegnap előtt, hanem már ilyen évekkel ezelőtt, tekintettel arra, hogy azok az ügyek, amelyek elérték a nyilvánosság inger küszöbét is, és különféle tényfeltáró munkákban is elénk tárultak, azok egyértelműen mutatják azt, hogy ez a rezsim, ez uralkodik, tehát mint tudom, 1% uralkodik a 99% fölött, de gyakorlatilag politikai értelemben nincs. Tehát Magyarországnak, hogyha úgy tekintjük, akkor nincsen kormánya. Egy olyan szűk galeri van, amelyik irányítja ezt az országot a saját érdekei mentén, elveszi még azt, amit tud, Tiborcok, Mészárosok és további család, illetve rokonok által, de egyébként ez nincs. Tehát az, amit Dobrev Klára bemondott, az igenis nagyon helyes, minél ki kell kényszeríteni azt, hogy ez a rezsim, amelyik politikailag már megbukott, ez gyakorlatilag is megbukjon. Uh-huh. És hogyha adunk egy ilyen fajta tétet a választásoknak, akkor az növelheti a részvételi kedvet? Szerintem növelheti, de azért én ennél konkrétabban próbálnék válaszolni. Tehát
egy demokratikus környezetben, ott már le kellett volna többször mondani az Orbán kormány, nem maradhatott volna a hatalmon. És teljesen egyértelmű, hogy egy listás választás, a tiszta listás választás az európai parlamenti választás, ezért, hogyha 21 helyből 11-et nem Orbán és a környezete tudhat magáénak, az azt jelenti, hogy egyértelműen kisebbségben van, mert ez tiszta, ez nem manipulált, ez nem választás környezetet. Ezért minden normális helyzetben ezek után le kellene mondania. Tehát amit a Klára mondott, az erkölcsileg, politikai erkölcsileg mindenképpen megáll. Szépen. De ha azt kérdezik, hogy le fog-e mondani, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy nem fog lemondani. És nem szerencsés volt már 1990-ben is, de ott lehetett egy rendszerváltás kapcsán magyarázni, hogy miért hozunk olyan szabályokat, hogy a kormány nagyon nehezen legyen leváltható. Ebből ugye csak azt kell megerősítenem, hogy ahhoz azt kell, hogy a megvonom a bizalmat, kétharmad kell hozzá, és azzal egy időben valakinek kétharmados bizalmat kell adnom. Tehát rögtön a következő kormány. Most ehhez ugye pillanatnyilag a mandátumok kétharmada ott van a Fidesznél, hogy a képviselőiknek a fele kiálljon, és egy másikon mellé álljon, azt én teljesen valószínűleg tartom, Orbán Viktor meg egészen biztosan nem adja át a hatalmat, hanem azt gondolja, amíg a hatalmat egy személyesen ráadásul ugye rendeleti kormányzással viszi, addig talán majd tud a helyzettel valamit kezdeni 2020-ig. Tehát ő saját magától ez biztosan nem fogja átadni. De van egy harmadik eset, és én ennek ezt nem tartom ma már kizártnak, amikor egy olyan társadalmi mozgás indul el, amikor olyan társadalmi erő kezd el tüntetni, aminek ott volt a lehetősége február 16-án a Hősök terén. Hogyha ott hetente vissza, az nem úgy mentünk, hogy menjetek haza, aztán beszélgessetek a helyi szörnyekkel, hanem az lett volna, hogy jövő hét pénteken is gyertek, és a jövő hét pénteken is mindig legyünk többen, amíg ezek ki nem írják magukat a magyar politikai közéletből, mert egyébként az emberek többsége szempontjából már kiírták magukat, akkor nem biztos, hogy ma már lenne Orbán kormány. És ha egy ilyen erőt, tehát az utcán, de a törvényes keretek közötti erő kényszeríti a távozásra az Orbán rendszert, akkor nem működik az a szabály, hogy kétharmadnak kell megvonni a bizalmat, hanem akkor a társadalom vonta meg a bizalmat, és akkor nincs más lehetőség, mint ha őtőlük elvéve egy átmeneti időszakra valamilyen szakértői egységgel létrehozott kormányzásnak bizalmat adnak, nekik mondjuk az a feladata, hogy egy év alatt készítsen elő egy szabad választást az egész rendszeren belül. És ezt én nem tartom kizártnak. De a felvetése a Klárának az teljesen észszerű, jogszerű és erkölcsös, csak hát ahhoz az erkölcsösséghez a másik oldalon kell lenni erkölcsnek. Tehát lélektani értelemben gondolja a demokratikus koalíció ezt. Nyilvánvalóan közjogi értelemben nehezen látja mindenki maga előtt. Orbán Viktor akkor sem mondana le, ha nem tudom én, az ég a földdel összeérne. Tehát olyan helyzet nincs, hogy ő akkor kiáll, és azt mondja, hogy elnézést kérek az elkövetett bűnökért. Tulajdonképpen nem én csináltam, hanem ez a 133 bátor. Én csak itt áldozat voltam, tehát ilyen helyzet nincs. De meg kell teremteni a lélektani erejét. Ugye mindig azt szoktam mondani a DK, hogy nem egyszerűen kormányváltásra, hanem rendszerváltásra van szükség. A rendszerváltásnak 88-89-ben is nem csak a közjogi vagy a szakpolitikai alapjait kellett megteremteni, hanem a lélektani alapjait, azt a várakozást. Amikor 89. március 15-én Cserhalmi György felolvasta a 12 pontot, amikor az erdélyi falurombolás ellen volt tüntetés, amikor a vízlépcső ellen volt tüntetés, amikor összeült az ellenzéki kerekasztal, és leültek és azt mondták, hogy na, akkor ebbe az irányba kellene menni. Ma még nagyon nehezen tudják sokan elképzelni, de a Fidesz sokaknak ma a régi állampárt képét mutatja, akik most már mindegy, csak menjenek, tehát bármilyen áron. Ezt a helyzetet érzik ma sokan. Nyilvánvalóan a demokratikus koalíció ez a megfelelő szervezeti erőt, most már egy hárompárti szövetséget, egy rendkívül felkészült szakpolitikai irányt, és az árnyék kormány összes tudását is hozzá tudja tenni. Engedj! Csak az jutott eszembe azzal kapcsolatban, amit mondtál, hogy van egy olyan opció, hogy
lemond, Orbán lemond, és kétharmados többsége azonnal, vagy bizalmatlanság, és azonnal ki is jelölik, hogy ki lehetne helyette. Na hát ettől aztán tényleg a jóisten mentse meg minket, mert hogy ebből a galeriből, amit szép nevén kormánynak hívnak, hát nekem ne jelentkezzen be egy másik, tehát hogy Orbán helyett egy másik NER oszlopos tag miért járna jól az ország? Tehát hogy ezeknek így, ahogy vannak, igen, az saját... Orbán nélküli Fidesz klasszikus. Nincs Orbán nélküli Fidesz. Orbán és a Fidesz egy személyben irányítja, és ez egy rendszer, aki azt mondja, hogy hát ha nem ő lenne, hanem erről a szintről inkább ő, vagy az ötödik, vagy a negyedik, az mi? Tehát akkor szemezgetünk a teljesen országot tönkretevő mocskos rendszerükből szemezgetünk, hogy ki lenne kevésbé rosszabb, mint az Orbán. Nincs ilyen. Ez a rendszer bebizonyította már, hogy ennek az országnak csak a rosszat tett. Erre a rendszerre, ennek az országnak nem, hogy szüksége nincs, hanem kötelessége ezeket eltakarítani. Én teljes mértékben egyetértek. Ahhoz, hogy be egyetértek Olgával, én azt a szabályt mondtam el. Én tudom, csak hogy erről jutott eszembe. Azt a szabályt, amely nem fog bekövetkezni. Igen. Nagy különbség, nagy nézetkülönbség nem volt. Nem. Én csak azt, hogy az azért nem fog bekövetkezni. Nagyon sokan szólítanak meg azzal, hogy miért nincs beadva bizalmatlansági indítvány ellenzéki oldalról, stb. Mert nem ismerik ezt a szabályt, hogy ez a szabály él, és ezzel megint a Orbántól kezdjük el ötletelni, hogy jó, ne Orbán, legyen helyettem Rogán? Nem, legyen inkább a Láza, Pintér. Nem, hát akkor melyik? Kocsis Máté. Mi van? Kocsis Máté. Esetleg ne adjatok tippeket, nagyon legyünk kedvesek. Mondjuk Németh Szilárd nem lenne. Az is, és hogy elfel a középpálya. De amit én nagyon fontosnak tartok, hogy egy maffia családszerűen fölépített rendszerben, annak a stabilitásában rendkívül nagy szerepe van abban, hogy ott az érintettek, meg az ő környezete azt gondolja, hogy az megbuktathatatlan. Tehát, hogy annak, tehát az a vezető, a dón, stb. Az, amit az akar, az fog történni. Ha alul maradna, és 10 vagy annál kevesebb mandátum jön neki az EP választáson, annak itthon nincs azonnali hatása, de ez a hatása megvan, megdől a megdönthetetlen személy. Ugyanez történt most egyébként Törökországban Erdogánnál. Tehát, hogy amire azt hitték, hogy az nem, és egyébként év elején, ha emlékeztek rám, persze, hogy emlékeztek, hogy Orbán gyakorlatilag 2024-re kirakta a pisztolyt az asztalra. Ugye erről beszéltünk, erről a példáról, hogy ő most ebben az évben megsemmisíti az ellenzéki oldalt. Most viszont már arról beszélt március 15-én, hogy nem számít, hogy milyen oldalon vagyunk, végtére mindannyian magyarok vagyunk. Igen, csak mondom, hogy kirakta most a társadalom most úgy alakult, hogy ott az a pisztoly az asztalon, és ha kiderül, hogy kisebbségbe kerül a vezető, akkor nagyon sokan el fognak távolodni a meggyőződésem szerint, és az 2000, ezért nagyon fontos lenne az összeg, hogy több mint 11 szava, vagy 11 vagy annál több mandátuma legyen az EP szavon, mert megdönt egy társadalomban lévő félelemből felálló, hogy ezek leválthatatlanak, ezek a legerősebbek. Egy apátiás állapot, ezek a mind megdől. És azért én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, és egyébként én esélyesnek tartom. Jelen, ez még 2 hónap van, ez még sok minden megváltozhat, de esélyesnek tartom, hogy nem lesz meg még a 10 mandátuma sem az. Az előbb azt mondtad, hogy fontos szerepe van ebbe a tömegmegmozdulásoknak. Igen. Szombaton is egy hasonlóra számítunk, hogy a Magyar Péter szervezett egy újabb tüntetést. Nézzünk meg egy rövid részletet abból az interjúból, amit a Heti Válasznak adott, és utána beszélgetünk róla. Amikor 9 éves voltam, vagy 10 éves voltam, Demszki plakátok voltak az ágyam mellett, akkor egyébként, amikor az SZDSZ és a Fidesz koalícióban volt a fővárosban, és egyébként a mostani miniszterelnököt, azt hiszem éppen megválasztották a liberális internacionálé alelnöki pozíciójára, és amikor éppen hazajött a Soros ösztöndíjról, Angliából, akkor én 9-10 évesen valóban liberális, ha egy 9-10 éves gyereknek lehet bármilyen politikai beleütöttsága, ezt vittem, és egyébként le vagyok fotózva Fidesz gecsitekkel és fideszes lufival 10 évesen, és valóban volt Demszki plakát is az ágyam mellett, amit azóta már szégyellek egyébként, és nyilván 94-től, amikor az SZDSZ belépett az MSZP-vel koalícióba, onnantól fogva a családom teljességgel elfordult ettől az SZDSZ-es vonaltól, amit nem liberálisnak hívok, hanem teljesen másnak, és onnantól fogva, amikor a Fidesz vagy Orbán Viktor felismerte, hogy nekik a baloldalon vagy a liberális térben nincsen pálya,
mert a magyar társadalom mégiscsak inkább jobbra tolódik, mint balra, és akkor egy éles fordulattal ő lett az új MDF, vagy a nyugodt erő, meg a jobboldali erő, onnantól fogva én is és a családom is ugye őt támogatta, és ő rá szavazott. Tehát ennyire voltam liberális, innen is üzenem a Mandinernek, az Indexnek, a TV2-nek és a többi propaganda oldalnak. És én nem ülök fel annak a valós propagandának, hogy Vas Albert egyébként háborús bűnös lett volna, vagy náci kollaboráns. Mindenki tudja, hogy ez a román fasiszta állam, vagy később kommunista államnak volt a narratívája, hogy lehetetlenítsék és elvegyék a vagyonát, és hogy el kell Amerikába menekülnie. Nyelezték azt, hogy vannak mindenféle antiszemita kiáltványai, vagy valamilyen írományai, én ezeket sose láttam. Miért van nehéz helyzetben akkor, hogyha ideológiai kérdésekről kell beszélni? Ugye, hogyha csak ezt mondjuk a konzervatív és liberális tengelyt nézzük. Ki a legbátrabb? Hát nem lehet egyszerű, hogyha valaki egy olyan oldalnak volt hosszú időn keresztül a hittel való követője, amelyik bejárta a teljes palettát. Ugye, akkor azért ott nem lehet könnyű megtalálni annak az ideológiáját, hogy hát ez így helyes volt. Tehát, hogy ez feltétlenül helyes volt. De hát én szerintem mondjuk nem ez. Meg hát azért, mert valamit nem olvastunk, attól még a könyv létezhet. Tehát ez nem feltétlenül ez jelent. Igen, vagy befóliázzák éppen, vagy elég. Igen, tehát ez nincsen benne. De én fontosnak tartom a holnapi tüntetést, viszont abba a körbe tartozónak tartom, ezt talán beszélgettünk is róla, amelyről nem fogom tudni megmondani ma, tehát hogy annak mi lesz az outputja, tehát mi lesz a kimenettel, azt lehet valószínűsíteni, hogy sokan ott lesznek, én is elmegyek, tehát hogy ne ez legyen, és a saját környezetemben is azt fogalmaztam meg, hogy ott kell lenni, látni kell, hogy mi fog történni, és ha az véletlenül abba az irányba megy ki, hogy megbukjon tőle ez a rendszer, akkor azt még támogatni is kell, tehát ebben a megközelítésben, de az is egy verzió, hogy amikor megszólalódik benne, hogy akkor csatlakozzál valamihez, akkor én szeretném tudni, hogy például mihez. Tehát hogyha úgy tudom, hogy bejelenti, hogy pártalapítás lesz, és indul a verseny az EP választáson, akkor tudom, hogy az már csak valakivel való szövetséget jelentett. És hát például én azért túl hosszan és túl sokszor mondjuk elmenet tüntetés, ahol nem tudom, hogy az a partner, az mondjuk valamelyik nem működő politikai képződményének nincs is igazi arculata, de a jogi hátteret megadja, vagy mondjuk a Mi Hazák mozgalom lesz mondjuk a partnere, és hát abban nagyon nem szeretnék részt venni. Tehát azért nagyon közeli az idő, tehát ami ebben a pillanatban hátra van, úgyhogy nagyon függ attól, hogy holnap mik lesznek a zárószavak. Tehát az, hogy én ezzel a politikát, elhangzik-e, hogy kivel kötöm a pártszövetséget, mi lesz az a bizonyos ernyő, és akkor teljesen más válaszaim vannak arra, hogyha így van, ha úgy van, tehát ebben a megközelítésben. Meg hogyha azt mondja, hogy igen, és az a célom, hogy itten váltásra kerüljön, és most ugyanaz, amit előbb mondtam, hogy gyerünk vissza többször, mindaddig, ameddig ezek innen el nem takarodnak. Annak egy másik mozzanata van, meg annak is, hogyha valamilyen történelmi menni. Azt én nem olvastam Vas Albertől, akkor az nincs. Hát, hogyha azt nézzük, hogy nem tudom, értékalapú közösséget keresünk, akkor én nem biztos, hogy megtalálnám itt azt az identitást, amelyre mindig is vágytam, tekintettel arra, hogy ugye Magyar Péter is nagyon sok mindent mond. Több evolúciós folyamatot végigvesz, például a Fideszét, amelyik elindult egy, és nevezzük ennek 90-es évekeli liberális képződményből átalakult 93-ban valamikor egy ilyen istenhaza család mottójú 24 a pedofilia. Igen, a Bibó kollégiumban még baloldali volt, szóval azért az baloldali, igen, és eljutottunk az istenhaza családig, meg annyi pártot, meg annyi szervezetet maga alá gyűrt, azt is mondhatnám, hogy kivégzett, és a legfőbb rendező elve ugye az volt a Fidesznek egy idő után, főleg amikor 2010-ben visszakerült a hatalomba, azt, hogy tök mindegy, hogy milyen módon, de szerezzük meg Magyarország felett az irányítást gazdaságilag, politikailag, minden szempontból, szóljunk bele mindenkinek az életébe, aki nem tetszik, azt takarítsuk el, ami nem tetszik, azt szintén takarítsuk el, ez egy rendezővel van, illetve hogy a családtagjaink és a rokonaink gyarapodjanak. Most a Magyar Péter ebben a világban élt legalább 14 évig. Ennek a világnak a haszonélvezője is volt.
14 évig, lehet, hogy egy kicsit kevesebbig, de hát nyilván ez a nettó 4,5 milliós juttatás, amit ilyen felügyelő bizottságból, meg olyan felügyelő, amilyen felügyelő, meg ilyen igazgatósági tagságból, meg vezérigazgatóságtól kapott, azért az elég becsületes, tehát ennek a rendszernek a kiszolgálója, elfű katonája volt, ezt azért le kell szögezni, függetlenül attól, hogy most egyébként mit gondol. És hogyha innen nézzük, akkor én nagyon kíváncsi vagyok arra, ugye az érték alaptól kezdtem, hogy melyek azok az értékek, vagy milyen értékalapú közösségben gondolkodik Magyar Péter azon túl, hogy e pillanatban ezt a mozgalmat, amelyet korán sem becsülnék le, az hozza össze leginkább, és ezt valószínűleg holnap is látjuk, hogy Orbán Viktor takarodj. De hát ilyet, mert ugye mondtak többen is, meg megkíséreltek többen is az elmúlt időszakban, és majd sikerrel is járnak nem sokára. De hogy ezen kívül, hogyha azt szeretném tudni, hogy mi Magyar Péter politikája, március 15-én hallottunk egy 12 pontot, de hát azt bármelyik gyakorlatilag ellenzéki pártnak a programjába be tudnak. Legyen jó egészségügy, valóban tényleg, hát legyen jó oktatás, egyetértek. Ne legyen, nem tudom én, Kelet-Magyarországon szegregáció, szegénység, stb. Egyetértek, de hát ezért is küzdöttek az ellenzéki pártok. Tehát, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy mi sül ki majd ki ebből, és az elkövetkezendő két hónapot én aztán különösen figyelemmel kísérem majd e tekintetben, hiszen nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi a nap végén az értékalapú politika, amelynek nyomán Magyar Péter választásba és egyébre hívja majd az övét, és hogy erre miként rezonál majd részint a hatalom, részint az ellenzéki konfederáció. János beszélt arról, hogy tudunk, hogy kihez csatlakozunk. Magyar a héten arról beszélt, hogy egy DK-s árnyékminiszter beszállt volna hozzá. Mit tudunk erről? Na hát akkor ezt tegyük is rendbe, szerintem az a teljesen tiszta sor. A Magyar Péter március 15-i rendezvényén az Árnyék Kormány mezőgazdaság és vidékfejlesztési árnyék minisztere is ott volt egy nagyobb baráti társasággal. Benedek akkor Szilveszt... még nem sejtette? Benedek Szilveszter a rendezvény végén, ott a tömegben, két mondatot váltott Magyar Péterrel, bemutatkoztak egymásnak, és Szilveszter akkor azt mondta, hogy nagyon reméli, hogy Magyar Péterhez hasonlóan minél többen fogják majd otthagyni a NER romlott rendszerét. Na, ennyi történt. Minden más az nem fedi a valóságot, és csak kitaláció. Az a gyanús, ami nem gyanús, ugye? Tehát de ennyi történt. Le. Igen. Viszont Magyar Péter most meg úgy halljuk, hogy önéletrajzok mentén toborozza az EP listára az embereket. Mit gondolok erről az eljárásról? Hát magában az önéletrajz beadásával nincs semmi baj, ez bevett dolog. Ő is sok helyre benyújtotta, mielőtt megkapta azokat a felügyelő bizottsági és igazgató tanácsi állásokat. Persze lehet, hogy azokat se kellett beadnia. Mindenki úgy csinál pártot, ahogy akar. Mi aztán tudjuk itt az elmúlt 14 évben, hogy ez egy milyen kemény feladat. De hát természetesen mindenkinek szabad. Itt ez az értékelvűség. Tehát itt mindig az jut az eszembe, hogy akik őt most követik, azok tudják-e, hogy kit követnek. Egy ígéretet követnek, egy reményt követnek-e, vagy valóban tudják-e, hogy ki az az illető, akit követnek. Aki egy hónappal ezelőtt még azt mondta, hogy nincsenek politikusi ambíciói. Ő például soha nem fog pártot alapítani, most meg már választáson indul, nyilván nem csak az Európai Parlamentén, hanem majd az önkormányzati választáson is elindul. Engem például nagyon érdekelne, hogy az a mondata áll-e még, amit az első Partizán interjúban mondott, hogy nem hisz a jogállam és a demokrácia kifejezésekben. Szerintem, hogyha gyurcsányozással és a DK szidalmazásával próbál szavazókat szerezni, akkor előbb-utóbb abban a falba fog ütközni, amiben már nagyon sok politikus beleütközött. Természetesen minden olyan dolgot ebben lehet támogatni, ami gyengíti az Orbán rendszert. Tehát ez nyilván ebből indul ki mindenki. De vannak alapértékek, például a demokratikus koalíció ebben nagyon határozott és nagyon markáns. Itt ez nem egy olyan társaság, ahol úgy váltják a kabátot, mint bárhol máshol. És ezt az erényt, ezt érvényesíteni is fogjuk bárkivel szemben. Ha szabad még egy gondolatot, ugye az Orbán rendszerben ugye volt egy feltétlenül győztes konstrukció 2019-ben, az ugye abszolút érték alapon működött, akkor Karácsony Gergely vezérletével,
visszafoglaltuk Budapestet. Ez ugye azért is fontos, mert ugye az értékalapról beszéltem, hogy mit tekintünk annak. Ez egy világos ajánlat volt, hogy ebből a, nem is tudom minek nevezzem, mert már elfogytak a jelzők, de ebből a konglomerátumból, vagy ebből a nagy rokoni családi intézményrendszerből, ami most Magyarországot leképezi, ebből vegyük vissza azokat az elemeket, amelyek a miénk. Nem úgy az övék, hogy a fideszeseké, hanem nem családoké, meg rokonoké, meg nem tudom, hanem a magyar emberekké kell dolgozni. Ezt egyszerűsítve vegyük vissza Budapestet, Budapest mindenkié. És ezt a politikát igyekszik Karácsony Gergely azóta is markánsan képviselni, és ez egy nagyon jó alap arra, főleg, hogy ötpárti konstrukcióban sikerült ezt a 19-es győzelmet aratni, karöltve a demokratikus koalícióval, hogy ez egy nagyon jó alap arra, hogy honnan, miből kell tovább lépni. Magyarország e pillanatban én nem nevezném demokráciának. Azt is mondhatnám, hogy a június 9-i választást tétje az, hogy vegyük vissza Magyarországot. Nyilván ugye önkormányzati és európai parlamenti szintén némi más akusztikát kap ez a mondat, de nagyon fontos, hogy vegyük vissza Magyarországot, és tegyük újra demokráciával Magyarországot. Most de önkormányzati szinten is, persze, fontos, hiszen ezt ne feledjük, hogy a önkormányzatokra Orbán úgy tekint, mint a vidéki kerületi kihelyezett bástyáira. Tehát minél több fideszes polgármester legyen kerületi települési szinten, mert azok ottan végrehajtják a főnök akaratát. Igen. Tehát, hogyha, bocsánat, csak hogy még egy fél gondolat, elnézést, hogy mutassunk még Európában, nyugati, közép-kelet-európában egy olyan országot, ahol a főváros az nettó befizetője az államnak. Tehát mindenhol ugye az állam gondoskodik valamennyire az önkormányzati szektorról, az önkormányzati szektor van a legközelebb az emberekhez, az óvodákkal, bölcsödékkel, szociális ellátórendszerekkel, stb. Tehát ugye nyilván azt kell támogatni. Mi történt a Covid alatt? Forráskivonás. Mi történt itt az inflációs csúcsokról, már nem is beszélek. Rengeteg forráskivonás. Budapest nettó befizetője a magyar államnak. Ilyen szerintem a Földön nincs. Maradunk ennél a témánál, csak most egy csomó kérdés felvetődött ennek kapcsán. Hogyha csak a főpolgármesterségről beszélünk, akkor meddig húzhatja azt Magyar Péter, hogy nem támogat még senkit? És mekkora súlya lesz annak, hogyha ezt megteszi? Ugye hát itt már korábban elhangzott egy olyan mondat, hogy ő Karácsony Gergelyt nem támogatja. Tehát ilyen mondat már elhangzott. De ahogy jeleztem az előző hozzászólásomban, ezek nem nagyon állják ki az idő próbáját, olykor a 72 órát sem, egy-egy mondata. Tehát lehetséges, hogy változtat ezen, de miután most már ezt is tudjuk, hogy az önkormányzati választáson is el fog indulni, azt még nem tudjuk, hogy hogyan ő maga, vagy valamilyen szervezet, vagy bárki, vagy csak idő, vagy rábök egyes helyeken emberekre, hogy akkor én őt támogatom, és nem őt, mert ez ugyan nem indulás önkormányzati választáson, de kétségkívül egy vélemény nyilvánítás arról, hogy ő mondjuk adott településen kit szeretne. Tehát ha megnevez egy főpolgármester jelöltet Budapesten, még Vitézi Dávid, meg Szentkirály Alexandra, meg Brenner Koloman, meg nem tudom, ki van még Karácsony Gergelyen kívül, akkor azért lehet, hogy nagyon sokan el fognak azon gondolkodni, hogy most akkor itt kormányváltást akarunk, vagy akarjuk-e, hogy Budapest szabad maradjon, kinek milyen célt szolgálhat, hogyha ő megnevez valamilyen jelöltet, akkor az nagy valószínűséggel inkább nem egy olyan jelölt, aki Karácsony Gergely mögé majd egyszer csak visszalép. Tehát itt vannak olyan alapkérdések, amikre pártalapítás után és azok után, hogy ő bejelenti, hogy indul, onnantól nem lehet megúszni bizonyos kérdéseket. Nem lehet megúszni majd egy tévévitában olyan kérdésem, hogy mi van az oktatással, az egészségügyel, a nyugdíjjal, mi van a határon túli magyarok szavazataival, mi van például az uniós forrásokkal, mert ugye olyat is mondott már, hogy az minden körülmények között jár a magyaroknak. Ez nem feltétlenül gondolja így mondjuk a demokraták közössége, amelyik azt gondolja, hogy az nem úgy van, hogy lebontja a demokráciát, és akkor az unió még ezt ki is fizeti neki. Mi azt gondoljuk, hogy a magyaroknak jár, és nem az Orbán cimboráinak. Így. Én még ezt is pontosítanám, a demokráciát építő magyaroknak jár. Mert a demokratikus államok dobják össze azt a segítséget, hogy föl tudjál a demokráciában zárkózni. És nem az, hogy mafiát építsél föl, hanem hogy föl tudjál zárkózni. Ezért annak a magyar közösségnek jár, akinek ez a felfogás megfelelő, tehát elfogad, mert annak akarják ebből a célból adni. Én ezért mondtam azt, hogy a holnapi napnak, vagy a következő napoknak nagy jelentősége van ebben is, mert hogy amit a Zsolt mondott, hogy ezekre a kérdésekre lesz-e információ, mert ennélkül nagyon szűk a határidő, és ennélkül ugye nem lehet dönteni, mert
Van amellett is egy kérdés, hogy mondjuk pályáztatom, hogy visszatérünk, hogy pályáztatom a listámon, az LP listára jelentkezőket, de hát mégiscsak az ember úgy gondolja, hogy életpálya alapján ajánlani kell. És ez nem azért fontos, az ajánlás, hogy én őt ajánlom LP képviselőnek, mert ez csak egy megfogalom, hanem én rólam ad képet az, hogy kit ajánlok. Tehát nem az, hogy ki jelentkezett egy castingon erre a rendszerre, de túléptem ezen, és azt mondtam, hogy átgondolom, pályázok. Csak a kérdés az, nem fogok, de valószínűleg nem fogok, de úgy azt mondtam, hogy, hogy pályázom, és meg még miért nem, és akkor... De most akkor pályázol, vagy nem pályázol? Tudod, most ezt a 72 órát még én is tudom tartani, az, hogy ura vagyok, hát akkor ma azt ura vagyok, nem azt mondom, hogy nem pályázom, de azt mondom, hogy ha pályáznék... Ami, vagyis magad is kíváncsi, vagy visül nem volna ki kizárt, arra, elméletek nem volna kizárt, mert véletlenül mondjuk olyan is, aki ért az európai lyukhoz, meg egyebekhez, tehát ugye az egész kérdés. Hát, jól érzem, hogy kelletted magad egy kicsit. De ez még, jó, de ez még egy picit. Na, mégis lehet, hogy lesz hír. Akkor én például azt úgy kezdeném, ami benne van az Európai Unió parlamenti képviselő jogállásában, tudod, hogy én ott abszolút, hogy onnantól, hogy jelöltek, és onnantól, hogy megválasztottak, onnantól kezdődően én nem képviselem azt a jelölő szervezetet. Mert ez kötelező szabályként az Európai Unióban elő van írva, hogy semmilyen megállapodást nem kötök vele, mert én onnantól az összes magyar állampolgárt, aki mindenki egyben az unió állampolgára is, és az összes uniós állampolgárt. És melyik európai párcsaládban szeretnél helyet foglalni? Ebből a szempontból lényegtelen. Hát nem lényegtelen, mert ha itt a Magyar Péter mondjuk ő a listavezető, és kijut az Európai Parlamentbe, akkor el kell döntenie, hogy akkor most a néppárt, szocdemek, konzervatív, bármelyik EP képviselő a jelölő szervezet után megkapta a mandátumát, oda ül be, ahova akar. Hát a néppártból ott van? Nem lehet olyan megállapodást előírni. Egyszerűen tiltja az Európai Unió képviselőinek a jogállása, hogy azt mondja, hogy én megkövetelem tőled, én, mint Magyar Péter, megkövetelem tőled, hogyha bejutottál, akkor te mondjuk a néppártba, vagy akármelyikbe üljél. Na jó, ne tereljük a témát, hova akarsz beülni? Szeretném belőle úgy. Szép mentés. Körülnézek, hogy mégiscsak, hát milyen... Hol az Olga? Melyik közösségek frakcióban, milyen arcok vannak itt, és akkor ott egyébként abszolút hárommal megszorzom a hölgyek arcát. Az egészében, és akkor ebből kialakul majd figyelj, valami. Figyelj, azt azért mondták neked, hogy az Európai Parlamentben dolgozik, és nem csajozni menni? Ez nem csajozás, ez a tisztelet, a hölgyek iránti tisztelet. Ez jellemzi az én életemet, érted? És én már nem fogok megváltozni. Kávét lehet kérni? Nem vagyok, csak hogy van. Érzem már, hogy ez az a pont, amikor köszönöm. Akkor terjük egy kicsit komolyabb témára. A magyar ügynek egy másik fontos szála az a Völner Shadow botránynak ugye az újabb felszínre bukkanása. És volt most egy érdekes jelenet, amikor Shadow Györgyöt arról kérdezték, hogy Rogán Antalt ugye ismeri, stb. Nézzünk meg ebből egy rövid részletet, és akkor vesézzük ki utána. Ismeri Rogán Antalt? Nem szeretnék nyilatkozni önöknek, nagyon szépen köszönöm a találkozott Rogán Antalt? Legyen szíves a mikrofon, nem szeretnék nyilatkozni, köszönöm. Az egy eldöntendő kérdése, válaszolják. Háromszor elmondtam talán ön számára is értető, nem szeretnék nyilatkozni. Ez a legfontosabb. A baloldali sajtószervek is megértik a nemet, nem? Sokszor mondták önöknek, tanulják meg végig. Fog válaszolni valaha erre a kérdés? Minden jót viszont nem. De el fogja árulni valaha, hogy ismeri a Rogán Antalt, vagy találkoztak el? Uram, ötször mondtam el, hogy hagyjon béké, legyen szíves. Azt árulja, hogy fog erre válaszolni valamikor, vagy sem? Beszél, legyen szíves, hagyjon békén. Köszönöm szépen. Fog erre válaszolni valaha? Tényleg problémák vannak, úgy látom. Fog erre válaszolni valaha? Viszontlátásra. Fotózhatnak öt helyről is. Minden jót, viszontlátásra. Nem kívánok önnel beszélni. Jó, de azt nem gondolja, hogy ez egy olyan közügy, amiben nem gondolom, hogy válaszolnom kéne magának, és azt sem gondolom, hogy presszionálnia kéne 5 perccel, amikor elmondtam, hogy nem kívánok idakodni. Nem vagyok közszereplő sem, tehát nem is filmezhetne, csak sajnos. Ó,
akkor a Rogán Antal megkérdezi, megúszhatja ezt az egészet, és elsikkadhat-e az ügy egyáltalán? Hát egy olyan Magyarországon, hogyha ez így folytatjuk, ahol be lehet menni, meg ki lehet húzni dolgokat, ott azt is el lehet, meg Bölnert Páról már kiderült, hogy gyakorlatilag ő fizette be ezeket a pénzeket különféle szervezeteknek, ha jól olvasom a dolgot, tehát hogy hangfelvételek ezek semmisek voltak, akkor gyakorlatilag nem tartom kizártnak, hogy megúszhatja, bár azok a cselekmények, amelyek a terhére vannak róva, hát azon csodálkozom, hogy most itt öltönyben nyilatkozott, és viszonylag szabadon. Igen. De ha úgy teszed fel a kérdést, hogy ebben az országban a hatalom emberei el tudják érni azt, hogy kimosdatják a saját cinkosaikat, bűnözőiket, hát igen. De nem vagyunk túl azon a ponton? Most azért kérdezem, mert már viszonylag széles nyilvánosság. Szerintem Tiborc esetében is azt gondolta, nem csak az fél ország, hanem fél világ az Olaf, az Olaf feljelentése alapján, igen. Hogy ezt nem lehet megúszni. Ez, ezt már nem tudja Polt Péter kimosdatni a vőgyereket, ha már az Olaf is benyújtotta a bizonyítékokat. Ő azért nem vő. Tehát ő a Shadow-nak el lehet engedni a kezét, értsük jól ezt a dolgot. Tehát el lehet engedni a kezét. Nyilván Tiborcnak nem, meg a Orbán Győzőnek én sem. Én most annál a költői kérdésre, igen, válaszoltam, hogy el tudjuk-e képzelni azt, hogy a hatalom megmenti a neki kedves bűnözőket, meg a pedofil segítőknek kegyelmet ad-e. Hát én már el tudom képzelni. Jó, nem, igen, akartam így, ilyen módon ennyire alá kérdezni. Tehát itt az volt a kérdésem tényleg, hogy ez már akkora hullámokat vert, hogy el tud esikadni tényleg, de erre is válaszoltatok, tehát csak ez lett volna a kérdésemnek a lényege. Igen? Van egy kettős, és ezt most tényleg igyekszem rögtön, hogy szerintem igen, mert alapvetően, amit látunk, Rogán Antalról beszéltünk egyébként elsősorban, ugye, amit látunk, az mind abban a bűncselekmény kategóriában tartozik, amely közvádas. Azaz az ügyészség. Vagy látja benne a bűnt, vagy nem. És nem is köteles indokolni, ha nem látja benne a bűnt. Tehát gond nélkül egy szeletet ki tud emelni, és azt mondani, hogy ő nekem már túl nagy teher, és őt elengedem, és akkor vele szemben látom a vádat, másikkal szemben, mert nem vádom. Úgyhogy ezek a személyek... Azt mondja, hogy nem is volt taggyűlés, nem? Emlékszem? De voltak éppen lényegtelen, mert szinte bármit is mondhat, még akár beismerő vallomást is tehetne Rogán Antal, ha azt mondja, hogy ebben én nem látom a bűnt. Tehát, hogyha ennyit mond az ügyészség, én közgád, és én nem látom. Lehet, hogy te bűnösnek érzed magad, de én nem látom. És akkor nincs. És ami nem kerül a bíróság elé, abból nem kell, nem lesz bűnösség kimondása. De politikai ez egy nagyon fontos jelen. Lehet? Nem véletlen, csak egy mondatot engedj még ide meg, tehát nem véletlen, hogy ezek az emberek ebben a pillanatnyi jogi és politikai környezetben, amiben most vagyunk, akkor tud megbukni, ha valami olyanból bukik be a rendszerbe, ami ha a közvád nem vádolja meg, akkor magánvádá át lehet alakítani. Ilyen volt például a pedofil rendszer. De az egészében, hogy engem ő bántalmazott, tehát hogy én, hogy ő engem arra kényszerített, hogy vonjam vissza a vallomásomat. Itt ugyanis már nem az ügyészségi a kérdés, mert mondhatja az ügyészség, hogy nem látja benne a bűnöt, de akkor a magánvádló azt mondja, hogy de, menjünk bíróságra. Azért úgy elképzelem a közvádas eljárásban, hogy azt mondja ez a végrehajtói társaság, hogy hát akkor szeretnénk beismerő vallomást tenni. Tényleg az igazság, hogy minisztériumban adtuk-vettük a posztokat, be volt avatva ez, az, amaz, igen, ismerjük Rogánt is, Vargát is, az államtitkárokat is, és egyébként kihasználtuk azt a helyzetet, hogy hány család ment tönkre a devizahitelezés kapcsán, és majd mindegyikre rávágja az ügyészség, hogy de mi nem gondoljuk, hogy bűnösek vagytok, de hát ezt csinálja, mi nem látunk. Olga, de ezt szerintem csinálja. Egyszerűsítsük le a dolgot. És ez egy... Bocsánat, de nem akarok nagyon eltérni tőlem, egy konkrét kérdésem lenne. Tehát itt a két ügy, amiről János beszélt, van egyszer a pedofil ügy, és van ez a Völner Shadow. Mi a kettő hatásainak a különbsége? Tehát, hogy mennyire más kimenetele lehet a kettőnek, illetve a hatalomra nézve melyik a veszélyesebb a kettő közül? A hatalomra abból a szempontból egyik sem veszélyes, mert már senki nem beszél ezekről. De tehát, az egyiknek azért igen komoly következménye volt. Majd az dönti el, hogy klasszikusokat idézzünk, hogy ha a Polt Péter nem mindig ura a helyzetnek, lehet, hogy valamelyiknél nem figyelt egy kicsit, és akkor az veszélyesebbé válik az Orbánékra, mert éppen Polt Péter nem figyelt egy kicsit. András? Nem tudom, hogy ki követte, nem erre akartam válaszolni, de akkor átkötök, hogy nem tudom, hogy ki követte a főügyésznek a nagyjából másfél órás, de 1 óra 15 perces sajtótájékoztatóját
a Werner Schadl ügyben két hete pénteken, jól emlékszem, vagy volt már három is? Hát amikor Magyar Péter bement az ügyészségre, és akkor rá... Igen, a következő kérdéseket szerettem volna föltenni, már hogyha még a régi sapkámban lettem volna újságíróként, hogy egyrészt, hogyha van egy nyomozati ügy, akkor egy főügyész mér rá ki, és miért kezd el beszélni ezekről a dolgokról, de ha már elkezd beszélni a dolgokról, miért az az ember érzése, hogy gyakorlatilag obstruál? Tehát, hogyha valaki végignéz az 1 óra 15 perces sajtótájékoztatót, ahol újságírók úgynevezett kérdéseket tettek föl, amelyre a főügyész jól nem válaszolt, akkor, hogyha végigkövet ezt a sajtótájékoztatót, azt látta, vagy az az érzete keltődött, hogy ha már oda áll, akkor mondjon valami tényt, ami nyilvánosságra tartozik, de ha nem, akkor legalábbis ne obstruáljon. Ez nekem azt mutatta, hogy igyekszik a hatalom valamilyen módon ezt a Werner Schadl ügyet így eliminálni, egy kicsit így elentergetni. Hát igazából nincs itt semmi látnivaló. Hát, de hogy olyan nincs, hogy valaki bejön, és akkor kihúzogat szövegeket. Hogy lenne, hát a Mészárosig védik az épületet. Annyira nincs, hogy Varga Judit igazságügyi miniszterként végig asszisztált hozzá, mert ha tudott róla, akkor asszisztált hozzá, vagy ha nem tudott róla, olyan meg nincs, hiszen beszélt róla, tehát tudott róla. Tehát Varga Judit végig asszisztált hozzá, ha itt teszem, akkor a teljes igazságügyi minisztérium asszisztált ehhez a dolgokhoz, amiből két dolog következik, pontosabban egy dolog következik, az, hogy ez az egész, az úgynevezett hatalmi ágak teljesen egybeérnek, ezt sem úgy megjegyzem, tehát hogy a magyar kormány, meg az igazságszolgáltatás, és így tovább, azok gyakorlatilag egy fideszes konglomerátumban olvadnak föl. Ilyeténképpen ebből az ügyből lehet, hogy Schadl Györgyöt valamennyire elítélik, de hogy komoly ügy nem lesz, az egészen biztos. Bárhol Magyarországon, akár nem tudom, balra mennénk a térképen, vagy jobbra mennénk a térképen, még a Romániában is, hát itt vezető száron viszik el a teljes magyar kormányt, és családtagokat nyomukban, meg rokonokat. De hogyha nem büntető jogi szempontból nézzük a következményeket, hanem politikailag, akkor azért ez bírhat komolyabb következményekkel? Felsorolni is nehéz már, hogy hány bűncselekménynek, lopásnak, tolvajlásnak, egészen válogatott bűntényeknek meg kellett volna már koptatnia ezt a rendszert, és egyébként koptatta is a mélyben. Ebből én biztos vagyok. Én annyit tennék hozzá, hogy engem nagyon bánt, hogy itt a volt fideszes álompár belső meccsei, azok leszették a napirendről ezeket a témákat. Tehát a pedofil ügyről sem beszél már senki. Sulyog Tamás, ő a köztársasági elnök, ha nem tudnátok. Sulyog Tamás... Nem, ő egy lélegző toll. Lélegző toll, aztán szépen összeramlátok. Szóval az ő... Köszönik. Tehát az ő hazugságai is teljesen eltűntek, amit a családról mondott, pedig hát ennek ezért is mondjuk egy köztársasági elnöknek demokráciában le kellene mondania, mert hogy tudatos hazugságokat mondott. Ez az egyik megjegyzésem. A másik megjegyzésem pedig az, hogy nyilván nagyon sokan most várnak olyan további hangfelvételeket Magyar Pétertől, aki mondta is, hogy van még neki, vagy esetleg megkeresi. Tehát, hogy ne maradjanak már ezek akkor valahol valami telefon vagy egy számítógép rejtekén. Vagy a Schadl páncélszekrényében, amit aztán az ügyészség megsemmisít, mert tehát, nem hogy, kell az igen, tehát elő kell kerülnie ezeknek a történeteknek, akkor ez hiteles. Az hitelesíti egyébként Magyar Pétert is, hogyha ezeket a hangfelvételeket, amiket egyébként a létezéséről ő maga számolt be, ha ezeket előveszi. Ha nem veszi elő ezeket a hangfelvételeket, akkor vagy az van, hogy nincs, vagy az van, hogy taktikázik vele, és nem bocsátja sem a nyilvánosság elé, sem az igazságszolgáltatás elé, ami fölveti a tisztességtelenség látszatát mindenképpen. Az előbb belekiabáltam a te gondolatmenetedbe, mert volt ilyen. Köszönöm szépen. De akkor most ezt még egyszer rögzítsük. Tehát akkor, amire ugye utaltál, hogy kiáll az ügyész, és beszél másfél órát, vagy több mint egy órát, és azt mondja, hogy már pedig micsoda biztonsági rendszer, és milyen nyoma van, tehát olyan, tehát itt dőlt meg, ez egy nagy hazugság, ide senki be nem jöhet, és nem firkálgathat bele a nyomozati anyagokba, és ezt magyarázza tényleg ott egy órán keresztül, majd aztán talán két nap múlva újságírók jogoltából kiderült, hogy ki az, aki védi az ügyészség épületét, aki múlik, hogy ki mehet be nyíltan vagy titokban,
hát Mészáros Lőrinc cége, és innentől kezdve még a gondolatát sem hiszed el annak, amit mondjuk két nappal, vagy a csíráját, amit két nappal előtte az ügyész mondott, vagy a legfőbb ügyész mondott. Tehát tényleg Mészáros vigyáz a rendre, az ő cége, az ügyészségen, igen, hogy nehogy beosonjon Rogán, és hogyha jön a Rogán, vagy a Rogán embere, akkor a Mészáros ember azt mondja, hogy no, ide nem jövünk be íratokat firkálgatni. Őrkény és Bacsó Péter sikítva szalad az mindenki a forgatókönyvíró között. Ez ilyen történet. Nem is gondoltam, hogy ennyire könnyű lesz átkötni, mert a fideszes urizálásról akartam beszélni, viszonylag régen volt téma, és Mészárosra viszonylag könnyű. Van ez a Matthias Corvinus kollégium, biztosan mindenki ismeri, fideszes, kvázi anicsár képző. Na most... Lista, lenivista, esti egyetem. Foxy Maxi. Tehát, így elmagyarázom a nézőknek, tehát ugye komolyan ki lett esztőve mindenféle állami cégekből állami vagyonnal, és ezt igen furcsa módon használják fel. A Direkt 36-ok nyomozói kiderítették, hogy csak az elmúlt két évben 600 millió forintot költöttek cateringre. A catering az étkeztetés, azért rendezvényeken. Két év alatt 600 millió forint. Jó, hát ez egy év alatt 300 drága, millió. Drága a kagyló, meg a homár, meg nem tudom, és tényleg. Figyelj, az élelmiszerinfláció azért az tényleg meglótult. Hát a farhádból sokat kellett venni, ahhoz, hogy az össze kijöjjön. Hatósági áras farhádból, az akciós cuccokból. Igen. És azt hagyján, de én nem kaptam belőle semmit. Egy rendes mákos palacsintát, vagy valamit. Nagyon érdekes volt egyébként, amit Vecsei H. Miklós ennyi mondott. Nem jött ki belőle. Pontosabban az Indexen olvastam egy Orbán Balázs elbeszélést erről, meg egy Vecsei H. Miklós elbeszélést erről, aki azt hiszem ott előadott, vagy van. Orbán Balázs elmondta, hogy hát micsoda, hát, ne, hát ezt vendégül kell látni, és hát minden, és hát nem tudom, hogy miért homárral, meg egyébbe kell tengeri herkentyűbe dobálni a diákokat, hogy egyenek, és ott meghallgassák, hogy merre van az előre. Ja, de ez már nem egy nyelvtőiskola, igen, de nagyon zsíros kenyér hagymával. Abszolút egyet, az pedig nagyon finom. Ez milyen jó. Hogy Orbán Balázs gyakorlatilag elmondta azt, hogy Oszonynak nincs itt semmi látnivaló, majd utána közvetlenül Vecsei H. Miklós elmondta, hogy hát akkor, amikor hát a társadalmi mobilitás az nincsen, a szegregáció minden léptéket felülmúl, amikor gyerekek nemhogy oktatáshoz nem férnek hozzá, hanem cipőjük nincs lassan, meg vályokházba laknak, meg nem tudom, akkor van pofája ennek az embernek ezt mondani. Ugye ez is a mi pénzünkből van, vagy magyar adófizetői pénzből van. Hirtelen oda így eltűnik, és akkor utána sajátjukként használják föl ezek az emberek, ami egészen elképesztő. Szóval, hogy Orbán Balázs világában ez úgy jelent meg ez a kérdés, ugye a miniszterelnök politikai igazgatója, hogyha valaki nem tudná, Orbán Balázs világában ez úgy jelent meg ez a dolog, hogy merészeli bárki egyáltalán fölvetni azt a kérdést, hogy milyen módon urizálnak, miközben Vecsei H. Miklós Magyarországán vagy világában pedig az volt a legfontosabb szerep, hogy gyakorlatilag, hogyha szemben állunk Magyarország térképével és jobbra nézünk, akkor ott nagyon sok gyereknek nem, hogy homár, meg kaviár, meg nem tudom, zsíros kenyér nem jut, meg egyáltalán az, hogy iskolában, jó, még az elemét vagy az általános iskolát még nagyjából elvégzi, de utána hogyan tud, hol van a legközelebbi gimnázium, ha már egyáltalán vagy szakmunkásképző, vagy bármi, és utána még az egyetemi oktatás valahol ott, vagy Budapesten, vagy nagy vidéki városban elérhetetlen nagyon sokak számára. És ez egy történelmi bűn, hogy ez így előállhatott, hiszen ezt a pénzt a felzárkóztatása sokkal jobban lehetett volna hasznosítani. Gondoljatok bele, hány ilyen hír volt, amikor Szijjártó elmegy három cimbora üzletemberrel valami nagyon messzi országba is szoktak menni, de van, amikor csak mit a Záhonyig kell repülővel menni, vagy helikopterrel. És akkor jönnek a hírek, hogy ott is ilyen több 10 millió forintos internet használat, mert hogy nehogy már ne lehessen addig üzletet kötni, vagy nem tudom, még odaérünk. Tehát, hogy ez a Habzsidőzsi, ez nem csak az MCC-n. Xboxoztak. Nem csak a MCC-n megy, hanem minden szinten. Ismeritek azt a mémet, amikor Orbán Viktor ül a helikopteren, és így megy, hogy megtekintse, hogy éppen a keleti fronton mi a helyzet, mert éppen Ukrajnába akarna menni. Lenéz, és azt mondja, hát ez borzasztó, hát minden romokban van. De miniszterelnök úr, még csak Nyírbátornál járó. Én próbálom edzeni mindig az agyamat, mert ez a korban egyébként, ha ellustul, akkor ellustul, és azt én nem akarom. De ezért szeretném mondani, hogy például ez a 600 milliós cateringnek van pénzügyi forrása. A magyar nyugdíjasok.
Azért tudni kell, hogy 3000 milliárd forintnyi magánnyugdíjat vett el az Orbáni rendszer, ugye 2011-ben, és amikor azt elvette, abból mondjuk MOL részvényeket vásárolt, ha valakinek még megvan az emléke, majd ezeket a MOL részvényeket átadta Matthias Corvinusnak a jelentés részébe, és ebből évente nem tudom hány milliárd forintnyi osztalékot kap, amiből ezt az étkezést könnyedén tudja biztosítani. Úgyhogy pontosan tudjuk, hogy ez a nagyon finom kétering, amit ott föltállalnak, azért, hogy a saját gondolataiknak megfelelő új nemzedéket neveljenek, ez mondom a mai marxista-leninista esti egyetem a rendszerében, akkor tudjuk, hogy ennek a forrását azért, ha megnézem, megvan. Megvan a magyar nyugdíjasok, akik egyébként olyan jól élnek, hogy ennél sokkal jobbat tesznek, és sokkal minden, csak egy picit, többet is adhattak. De egyébként ebből hány embert kaját adtak? Vagy ez így kiderül? Tizet. Ja. De a sonkába tekert sárga dinnye az. Vagy az MCC-n az a szokás, hogy a diákokat is ilyen nagy terű asztalkában. Most szoktatják hozzá, hogy a később odakerülnek. Először voltak ilyen kis hazai táboraik, most már elmennek Szlovákiába, máshova, és ott szállodát bérelnek ki, és ott kapnak teljes ellátást, és külön szobába. De mégis is benne a szállodaköltség, hello? Az nincsen, csak mondom, hogy változott az indulás pillanatában, még voltak olyan táboraik, ahol több ágy a szobában, stb. Voltak a fiatalok. Most már külföldön van, és szállodát bérel, méghozzá magas kategóriás szállodát bérelve, wellness-szel, teljes ellátással. Hát meg kell mutatni, hogy a lojalitásnak van előnye, és hogyha a képzésben nem mondjuk nem a magyar történelmet, vagy nem az erkölcsöt tanítom, hanem azt tanítom meg, hogy akkor fogsz tudni előre haladni, hogyha kellően lojális vagy a bűnhöz. Ha égeted a közpénzt, ha jó a kapcsolati tőkéd a hatalommal, stb. Megfelelő, akkor azért azt kell látni, hogy na látod, most megmutatom neked, így fogsz élni, ha mellettem fogsz maradni. Zsolt. Igen. Állandó elemet szeretnék kérni. Igen, az állandó elem. De előtte azért csak elmondom. Az állandó röviden. Röviden elmondom az állandó elem előtt, hogy ugye ez egy államosított intézmény. Magyar felsőoktatást úgy, hogyan államosították. Amióta ezt megtették, azóta a magyar diákok nem jutnak az Erasmus pénzekhez. A magyar oktatókat kirúgdosták, kilögdösték a nemzetközi együttműködésből, és még egyébként itt szórják is a pénzünket. Cimboráikat belögdösték a kuratóriumokba. Igen, hát ez a Wellness Egyetem. Szóval 50 percet beszéltünk, egyben is közelebb kerültünk az Orbán rendszer bukásához. Tényleg röviden, köszönjük. Viszontlátás, ez volt a DK Subjektív 58. adása. Jövő héten ugyanitt szörnyekkor találkozunk. Viszontlátás.